és folytatjuk a startot. Népszavazásra bocsátaná Magyarország uniós tagságát a Mi Hazánk mozgalom. Torockai László szerint ugyanis az EU nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A mozgalom elnöke már a stúdióban van, de előtte mutatunk egy rövid összefoglalót, és utána beszélgetünk vele. Népszavazást kezdeményezne Magyarország uniós tagságáról Torockai László. Bár a 2004-es csatlakozás előtt a magyar állampolgárok már hitet tettek az EU mellett, a Mi Hazánk mozgalom elnöke úgy véli, akkor semmilyen tapasztalat nem állt rendelkezésre. Ásotthalom polgármestere szerint szükségünk van Európai Szövetségre, az Unió viszont jelenlegi formájában rosszul működik. Mint mondta, az EU-t politikai értelemben akarják uniformizálni, miközben gazdasági értelemben nő a szakadék a tagállamok között. A baloldali ellenzék kiáll az uniós tagság mellett, míg a jogászok szerint egyébként sem lehet feltenni ilyen kérdést. Nemzetközi szerződésből eredő kötelezettséget ugyanis nem érinthet népszavazási kérdés. A Mi Hazánk mozgalom elnöke erre annyit felelt, ha kell, alaptörvénymódosítással vinnék népszavazásra az uniós tagság kérdését. Torockai Lászlóval, a Mi Hazánk mozgalom elnökével folytatjuk. Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Miért van szükség erre a népszavazásra? Mi a baj az unióval önök szerint? 15 esztendővel ezelőtt kérdezték meg a magyar embereket arról, hogy szeretnének-e az Európai Unióhoz csatlakozni. Akkor a magyar embereknek nem hogy tapasztalatai nem voltak, hanem kellő információval sem rendelkeztek az Európai Uniós tagságról, és emlékezhetünk arra, hogy egészen elképesztő agymosó kampánnyal próbálták az embereket befolyásolni, megpróbálták elhitetni a magyarokkal, hogy majd mindenki Bécsben fog cukrászdát nyitni. Hát azóta látjuk, hogy nem ez történt, sokkal több magyar ember inkább mosogat, vagy olyan munkákat kell vállalni, aminél egyébként sokkal komolyabb szakképesítés szerzett Magyarországon, szerint, vagy diplomával szállodai portásként dolgoznak. De ön szerint kizárólag az Unió felelős azért, mert hogy nem Bécsben nyitottak cukrászdát, hanem adott esetben mosogatnak Londonban? Nyilván ez egy összetett kérdés. Tehát az elmúlt 20-25 esztendő valamennyi magyar kormánya és a politikai elit egésze felelős abban, hogy szétlopták, széthorták Magyarországon a közvagyont, a 90-es évek rabló privatizációja idején gyakorlatilag megszüntették azokat a gyárakat, amelyek mondjuk alapanyag előállítással foglalkoztak, és ma Magyarország egy ilyen lélegeztetőgépi funkcióban van, rá van kapcsolva az Európai Unióra, és mi is tisztában vagyunk azzal, hogy nem lehet egyik napról a másikra mondjuk az Európai Unióból kilépni, hiszen a magyar gazdaság, Magyarország akár össze is omolhatna. Ez egy nyilván egy hosszabb folyamat, de azt is látjuk, hogy... De azt is látjuk, hogy az Európai Unió nem úgy működik, mint ahogy kellene, éppen fordítva működik, hiszen miközben politikai értelemben uniformizálódik és egységre törekszik, sőt, kezd úgy működni, mintha az Európai Unió helyett az Európai Egyesült Államokat szeretnék létrehozni, a közben viszont gazdasági értelemben azok a szakadékok, amelyek az Európai Unióhoz később csatlakozott keleti, úgynevezett keleti országok, illetve a nyugatiak között voltak, ezek a szakadékok, ezek folyamatosan csak szélesednek, ezeket nem sikerült betemetni, és nem sikerült fölzárkózni a nyugat-európai korábbi uniós tagállamokhoz. Tehát ez nem jó, ez egy gyarmatosító birodalomként működik ma, ahelyett, hogy nemzetek Európájaként működne, ahelyett, hogy szuverén, független államok szövetségeként működne. Mi azt mondjuk, hogy szükség van Európai Szövetségre, hiszen van egy globalizálódó világ, az Amerikai Egyesült Államok, Kína között egyértelmű, hogy kell európai összefogás, de az elsősorban gazdasági összefogás kellene, hogy legyen. Tehát, hogyha jól értem, akkor a cél az nem feltétlenül a kilépés, hanem mondjuk az újraértelmezése a szerződésnek, vagy a kilépés a cél? A cél az az, hogy végre demokratikusan álljunk hozzá ehhez a kérdéshez is. Nagyon sok minden nem demokratikusan működik Magyarországon, tehát a magyar embereket... Kérdezzük meg a magyar embereket, hát a magyar emberekre szeretnénk rábízni, és egyébként nekem az a véleményem személy szerint, és meggyőződésem, hogyha az Európai Uniót lehet, akkor alakítsuk át, tegyük jobbá, hiszen az sokkal egyszerűbb, mint kétoldalú kapcsolatokon keresztül, kétoldalú megállapodásokon keresztül egy új Európai Szövetséget felépíteni, de ha máshogy nem megy, akkor valószínűleg erre lesz majd szükség. Megkérdezték már az embereket, az Euróbarométer kutatását fogom idézni. A magyar állampolgárok 61%-a látja úgy, hogy jó dolog Magyarország uniós tagsága, 58%-uk pedig elégedett az unión belüli demokrácia működésével.
Akkor ez a kutatás ezek szerint nem elég önöknek? Hát, közleménykutatások engem különösebben nem szoktak érdekelni. Sokkal fontosabb szerintem, hogyha egy valódi választás, vagy egy mondjuk egy népszavazás alapján kérdezzük meg a magyar emberek véleményét, de egyébként nem tudom, hogy hány magyar ember találkozott mondjuk annak a francia sztár közgazdásznak, Thomas Piketty-nek a véleményével, illetve elemzésével, amely nagyon komoly szakmai kutató munkára épül, amelyel ő kiszámította azt, hogy lényegesen több profitot visznek ki Magyarországról azok a multinacionális cégek, vagy azokon a multinacionális cégeken keresztül Magyarországról, amelyek itt működnek, mint amennyi pénz Magyarországra áramlik az Európai Unióból. Tehát nagyon sok olyan tény van, amelyet nem ismernek a magyar emberek, nem beszélve egyébként arról, hogy aztán az Európai Uniós pénzeket hogyan használjuk föl, hogy egy része ugye kifolyik a rendszerből, a másik részét pedig olyan haszontalan dolgokra kell fordítanunk, amelyeket mondjuk Brüsszel követelésére kell felhasználni, vagy akár mondjuk az éveken át elhúzódó terület- és településfejlesztés operatív programról, amelyeket most az önkormányzatok nem nagyon fognak tudni megvalósítani. De az hogy uniós években... pénzekkel hogyan gazdálkodik mondjuk a magyar kormány, az nem feltétlenül az unió hibája, sőt, nem az unió hibája. Nem mondtam azt egyébként, hogy én azzal kezdtem, hogy az elmúlt 25 év valamennyi magyar kormányának, sőt az egész politikai elitnek a bűne, hibája is benne van abban, hogy Magyarország nem igazán tud profitálni az Európai Uniós tagságából, de úgy általában is azt látjuk, hogy nem csak Magyarországnak és nem csak a Mi Hazánk mozgalomnak, hanem például a britteknek és sokaknak problémája van az Európai Unió működésével. Látjuk azt, hogy egyre jobban erősödnek azok a pártok, azok a politikai erők az Európai Unióban, akik az Európai Unióból való kiválást szeretnék. Tehát ezt nem biztos, hogy mi fogjuk eldönteni. Nem a Mi Hazánk és nem is Magyarország fogja eldönteni. Lehet, hogy az Európai Unió szét fog esni. Kell beszélnünk erről a témáról, hogy akkor mi lesz, hiszen azt mi is látjuk, mi is konzultálunk közgazdászokkal, hogy máról hónapra nem tud Magyarország kilépni az Európai Unióból, hiszen nem tudnánk megállni sajnos a saját lábunkon, hiszen sajnos a gazdaságunkat leépítették. Nézzük meg a népszavazás kérdését. Hogyha az elmúlt éveket végignézzük, akkor azért nem jellemző, hogy ellenzéki kezdeményezés siker lett a vége. Hogyha csak azt nézzük, 2008-ban sikerült a Fidesznek ellenzékből népszavazást kezdeményeznie. Miért gondolják azt, hogy ez most sikeres lehet? Hát azért, mert népszavazásokra szükség van, hiszen a demokratikus működés elengedhetetlen eleme az, hogy időnként kérdezzük az embereket egy-egy olyan kérdésről, ami de ez egy olyan kérdés, amit keresztül tudnak vinni, azt gondolja? Én azt gondolom egyébként, hogy van ennek realitása, hiszen látjuk azt, hogy még annak az árán is, hogyha esetleg alaptörvényt kell módosítani. Egyébként a Mi Hazánk arról is beszél, hogy a jelenleg hatályos alaptörvény, vagy hát ugye alkotmány az nem jó, hiszen ez egy egypárti alaptörvény. Tehát, hogyha ezt módosítani kell, akkor annak az árán is szeretnénk ezt a népszavazást keresztülvinni. Ehhez pedig nem sok minden kell, hát elég, hogyha az országgyűlési képviselőnk Dúró Dóra kezdeményezi ezt a parlamentben, és mondjuk a Fidesz ehhez akár támogatóként tudna csatlakozni, hiszen meg szokott fogalmazni a kormány is éles kritikai észrevételeket az Európai Unió működésével kapcsolatban, és abban a pillanatban már is lehetőség nyílik a népszavazásra. És meg kell kérdezni a magyar embereket. Ha a magyar emberek úgy látják, ha valós a közleménykutatási adat, és úgy látják, hogy maradjunk ebben az Európai Unióban, hiszen nem azt mondja a Mi Hazánk, hogy Magyarország lépjen ki és maradjon egyedül, hiszen pont ezt mondtam, hogy lélegeztetőgépi funkcióban van a magyar gazdaság, tehát nyilván szükségünk van európai együttműködésekre, csak meg akarjuk változtatni az Európai Uniót, ez így nem működhet, és hogyha ennek az az ára, hogy akár népszavazás útján kilépünk és egy új kétoldalú megállapodásokkal szabályozott Európai Szövetségben veszünk részt, akkor ez lesz. Hogyha az európai emberek azt akarják, hogy maradjon így minden tovább, ahogy jelenleg van, bár én azt gondolom egyébként, hogy nő azoknak a száma, akik szerint nem jól működik az Európai Unió, és akiknek elege van abból, hogy a magyar emberek százezrei tartósan külföldön, Angliában, Németországban, Ausztriában dolgoznak, fölbomlanak a családok, akkor nyilvánvalóan a magyar emberekre tudjuk bízni ezt a kérdést, de nekünk politikusoknak... Na, ha és amennyiben lenne népszavazás, és az derül neki, hogy az emberek elégedettek ezzel a konstrukcióval, akkor elengednék mindenféle ellenérzésük ellenére elengednék ezt a kérdést? Hát a kérdést azt nem akarjuk elengedni, hiszen folyamatosan kritizálni fogjuk az Európai Unió működését, ugyanis azt látjuk, hogy ez így nem jó, tehát mi nem értünk egyet azokkal a mondjuk baloldali ellenzéki pártokkal, vagy liberális pártokkal, akik szerint minden nagyon jó, és nekik egy olyan Európai Unióra van szükség,
szükségük, amely tulajdonképpen egy ilyen politikai véleménydiktatúrát épít ki, ahelyett egyébként, hogy gazdasági együttműködésben gondolkodna. Tehát mi nem fogjuk elengedni a témát, de elfogadjuk mindig a magyar emberek akaratát. Egyetlen egy rövid kérdésre maradt idő a népszavazás mellett. A Népszava írta azt, hogy az önök kizárása kilépése óta a Jobbik elveszítette a polgármestereinek a felét. Várhatóan hány olyan polgármester van, amelyik a Jobbikból a Mi Hazánkhoz igazol a bejegyzés után? Hát remélem, hogy napról napra egyre több. Azt ugye látjuk, hogy a polgármesterek többsége az vagy kilépett a Jobbikból, vagy elhagyja a Jobbikot, vagy már ugye a Mi Hazánk keretein belül folytatja. Ugye hát magát a Mi Hazánk, illetve még eredetileg a Mi Magunk platformot a Jobbikon belül is, például a devecseri polgármester kollégámmal, Ferenci Gáborral, aki most a Mi Hazánk alelnöke lett, kezdtük el, tehát eleve ugye én magam is gyakorló polgármester vagyok, tehát eleve több polgármester, vagy akár a Végegyházi polgármestert is említhetném, akik az alapítóink között vannak, tehát többen voltunk polgármesterek, önkormányzati képviselők, akik elindítottuk a Mi Hazánkot, és hát várhatóan napról napra nő. Éppen most a Hajdúböszörményi szervezet oszlatta fel magát, Hajdú-Bihar megye legrégebbi és legerősebb jobbikos tagszervezete, ott például két önkormányzati képviselő állt át, vagy ült át a Mi Hazánkhoz, úgyhogy napról napra gyarapodik a képviselőink, illetve a polgármestereink száma. Köszönjük szépen, hogy itt vagy. Köszönöm.